Pakolják a ládákba a leszedett írsai olivért a szekszárdi borvidékhez tartozó szőlőültetvényen. A szekszárdi borvidéki tanács elnöke azt mondja, kicsit később kezdődött meg a szüret a hűvösebb nyár miatt, mint a korábbi években. Eddig a szőlőbetegségek ellen nem nagyon kellett védekezniük, és az ivatarok, valamint a jégeső sem okozott tetemesebb kárt a szekszárdi borvidéken. Jelenleg a rothadást kell megelőzni, érdemes erre odafigyelni, mondja Bősz Adrián. Átlagosnak számít a szüreti időpont. Tavaly ilyenkor már túl voltunk az első szüreten, tavaly előtt pedig meg azt hiszem augusztus 8-a volt az első szüreti időpontunk, úgyhogy ebből azért látszik, hogy egy picit tolódik a szüret, és hát vélhetően ez a kék fajtáknál is ugyanígy igaz lesz. Néztünk már oportőültetvényt is a borvidéken, úgy satszoltuk, hogy augusztus legvége, szeptember elejére csúszik majd a szüret. De az életnek, a szőlőnek is még van bőven ideje. Elkezdődött a zsendülés a kékfrankosnál is. Szeptember első hetében indulhat a szüret a portugízerrel a bátaszéki ültetvényeken, mondja Urbán Péter, a Bodri Pincészet főborásza. 1,5 millió kilogramm szőlő szüretelését tervezik az idei évben. Ő is azt mondja, hogy a lisztharmat és a peronospóra miatt alig kellett védekezniük az idén. Jó évre számít a borász, de az ősz csapadékossága még változtathat ezen. Hűvös május-június következtében a szőlők egy picit az előző évekhez képest csúszva vannak, megcsúszottabban érik a szőlő, viszont ha egy szép száraz őszünk lesz, akkor én egy nagy évjáratot is várok, de hogyha csapadékosabbra fordul, akkor egy kicsit nehezebb dolgunk lesz. Tavaly több mint 4 millió mázsa szőlőt szüreteltek a magyar gazdák, és nagyjából 3 millió hektoliter körüli bor készült.